Köszöntöm nézőinket! Önök a Sportszerda című magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. Mozgásfejlesztő és sportági alapozó edzések indultak szeptemberben a Szekszárdi Sportközpontban, óvodások és kisiskolások részére. Az edzések célja az alapmozgások készségszintű elsajátítása, felkészítés a későbbi sportág választásra. A mozgásfejlesztés fontossága vitathatatlan, ám annak hiánya beláthatatlan következményekkel járhat. A funkcionális mozgásformák megfelelő elsajátításán és biztonságos végrehajtásán keresztül vezet az út az iskola érettséget minősítő mozgásfejlettségig. Kutatások igazolják, hogy az a gyerek, aki minél korábban, minél sokoldalúbb mozgásfejlesztésben részesül, az a mozgásban és a gondolkodásban is sokkal kreatívabb, tanulási képességekben pedig magasabban fejlett lesz. Mozorgó órák, ezek nagyon, nagyon újak, még most szeptemberben kezdtük ezt. Ez azért érdekes talán már, hogy körülbelül éppen ma kérdezték, hogy mióta foglalkozom én mozgástanításra, ez már több mint 30 éve. És ez mégis egy nagyon-nagyon új dolog. A sportcsarnok vezetésével közösen találtuk ezt ki, hogy fiúknak, lányoknak, picikéknek, 5-6 éveseknek, tehát a nagycsoportos ovisoknak, illetve az alsó tagozatos korosztályban a gyerekeknek, tehát fiú-lány közös csoportokban mozgásképzést indítunk. Az edzéseken a gyerekek elsajátíthatják a készségszintű alapmozgásokat, ami nem csak az iskolai teljesítményre van jó hatással, hanem felkészíti őket a későbbi sportág választása is. Nem véletlen favorizálják sok sportágban a fiatalkorban történő sportágkezdést, hiszen ezek a sportolók nagyobb eséllyel érnek el kimagasló eredményeket. Játékos formában fejlesztik az egyensúlyérzéket, a szemkész koordinációt, a térérzékelést, az irány- és iramérzékelést. A játékos feladatokat egymásra építik, sokféle eszközt használnak fel ahhoz, hogy ügyességi feladatokon keresztül fejlesszék a gyerekeket. Emellett a rendszeres mozgás erősíti a tüdőt, és az izomrendszer jó működéséhez is hozzájárul. Jelenleg 10-15 fővel heti 2-1 órában folynak a foglalkozások, ennél nagyobb létszámú csoportot nem is szeretnének, viszont van lehetőség újabb csoportokat indítani, ha van rá igény, mondta el Huszár Kriszta. Tehát szeretnénk a városban létező összes sportág irányába nyitni, és javasolni, hogyha természetesen a szülők ezt engedik vagy igénylik, hogy mi az, ami igazán passzolna. Nyilván lehet nálunk is maradni a mozgásművészeti stúdióban, táncolni, sporterobikozni, de szeretnénk a korcsolya irányába, az atlétika felé, de akár később a labdajátékoknak is innen utánpótlást biztosítani. Jó lenne, hogyha ez egy ilyen köztudott dolog lenne, hogy nem muszáj 5-6 évesen kiválasztani a sportágat, hanem először sok-sok játékkal megszerettetni a mozgást, és aztán majd utána. Az intenzív mozgásterápia a hiperaktív gyerekek fejlesztésében is eredményesen használható. A gyerekek megtanulnak csapatban dolgozni, kölcsönösen figyelni egymásra, a felnőttek utasításait követni, mindezt játék, tánc és mókás fizikai mozgások formájában. Megfordulhattok a steppen, szerezhettek labdát, de nem szabad átmenni. Úgy kell rádobálni az ejtőernyőre, hogy itt maradtok ebbe a kis medencébe, ami itt van a tükör és a step között. A foglalkozások célja elsősorban az, hogy a gyerekekkel megszerettessék a mozgást, kialakítsanak bennük egyfajta mozgáskultúrát. Ezzel segítséget szeretnének nyújtani a szülőknek, hogy a gyerek testi, lelki adottságainak megfelelően válasszák ki későbbiekben azt a sportot, amiben majd kiteljesedhetnek. Strandröplabda utánpótlás képzést indítottak gyerekeknek nyáron a Szekszárdi Családbarát strand és élményfürdő homokos pályáján. A rendszeres mozgás és a sport megszeretetésén kívül az is cél, hogy kineveljenek egy olyan utánpótlást, akik a későbbiekben eredményesen teljesítenek a versenyeken. A strandröplabda olimpiai sportág, ahol két csapat játssza a játékot. A különbség csak annyi, hogy nem teremben, hanem homokon. Dél-Kaliforniában és Hawaiin kezdték el játszani, és már a szerte a világon nagy népszerűségnek örvend, olyannyira, hogy 1996-ban már a nyári olimpiai játékokon is szerepelt.
A Vitánsport és Szabadidő Egyesület 2011-ben alakult, eredetileg Tolnán, és eredetileg röplabdával, strandröplabdával, szabadidős rendezvények szervezésével foglalkoztunk. Aztán az évek során az Egyesület egyre nagyobb lett, több szakosztály létesült az Egyesület keretein belül, és tulajdonképpen már évek óta jó kapcsolatot ápoltunk a szekszárdi stranddal, itt bonyolítottuk le a strandröplabda rendezvényeinket, az amatőr strandröplabda tornákat, amik egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek. A Vitálsport Egyesület 2011-ben alakult, azóta tartanak amatőr strandröplabda versenyeket. Minden nyáron 3-4 versenyt hirdettek meg, amiket kezdetben Faddomboriban bonyolítottak le. Mivel már ezeken a megmérettetéseken is sok fiatal játékos bontogatta a szárnyait, így jutottak arra az elhatározásra a szekszárdi sportközponttal karöltve, hogy egy együttműködési megállapodás keretében nem csak az amatőr versenyeket rendezik meg a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő homokos pályáján, hanem elindítanak egy utánpótlás képzést is a gyerekeknek. Ez jelenleg strandröplabda képzés, ami a Magyar Röplabda Szövetség berkein belül folyik az Egyesület vezetésével, és 2021. júniusában elkezdtük az edzéseket. Jelenleg két edző dolgozik a gyerekekkel, Bausz Ádám és Tóth Gábor szeptember végéig még a strandröplabda pályán, de utána az időjárási körülmények miatt bevonulnak a szekszárdi általános iskola torna termébe, mondta el Herczig Gábor. Mindenki lelkes, még nem igazán tudják, hogy mi a különbség az edzés meg a játék között, de majd később majd rájönnek, főleg a teremben, amikor bemegyünk. Heti kétszer, 2 óra edzésen vesznek részt a gyerekek, ahol a bemelegítést követően a technikai képzésre fektetik a hangsúlyt, hogy a későbbiekben magabiztosan tudjanak helytállni a pályán. Bár csak június óta folynak az edzések, már részt vettek versenyen is, itt Szekszárdon és Mohácson is, mondta el Tóth Gábor edző. Kelemen Ákos a kezdetek óta részt vesz a képzésben. Azt meséli, az anyukája látta a plakátot, ami ide csábította, és nem bánja, hogy igent mondott az anyai kérésre. Nagyon-nagyon jó egyébként. El vagyok, kijövünk ide nyáron egy párszor, hetente olyan egyszer-kétszer, időjárástól függ. Igazából nagyon meg vagyok elégedve és élvezem. A jelenlegi csapatokban 10-től 17 éves korig vannak gyerekek, van, aki a kezdetektől jár, de akad olyan ifjú játékos is, aki később csatlakozott a csapathoz. Augusztus fele óta járok nagyjából, elsőre is nagyon szimpatikusak voltak az edzők, de hát már a második alkalomnál is a csapat is befogadott, szóval igen, nagyon tetszik az egész. A strandröplabda utánpótlás csapat felkészítésének a célja nem utolsó sorban az is, hogy versenyeken tegyék próbára a gyerekek tudását. A Magyar Röplabda Szövetség szervei is hirdetik a megmérettetéseket, ahol a szekszárdi csapat szeretne majd eredményesen szerepelni. 220 reggeliző csomagot osztottak ki Szekszárd 4 pontján azoknak, akik az autómentes napon kerékpárral vagy gyalogosan közlekedtek. A Bringás reggeli névre keresztelt kezdeményezéshez idén csatlakozott először Szekszárd városa. Autómentes nap egy 1998-ban indult rendezvénysorozat, melynek célja a társadalom környezettudatosságának erősítése. Felhívja minden érintett döntéshozó és polgár figyelmét a megnövekedett autós forgalom okozta környezeti problémákra, a fenntartható környezet és emberbarát közlekedés előnyeire, a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére. A napot minden év szeptember 22-én rendezik meg országszerte, és évről évre egyre több város csatlakozik a rendezvénysorozathoz, melynek keretein belül elindítottak egy kezdeményezést is, ami Bringás reggeli névre hallgat. Lényege, hogy minden kerékpárral és gyalogosan közlekedő egy reggeliző csomagot kap. Ezzel köszönik meg a szervezők, hogy az alternatív közlekedési eszközt választották a gépkocsi helyett. Autómentes nap van, tud rólam? Most már igen. Most autómentes nap, és mivel ön gyalogol, ezért a sportközpont megajándékozza egy reggelivel. Köszönöm szépen. Kerékpárosok, gyalogosok kapnak reggelit, hogy a szegészséges gyalogoljon. Köszönöm szépen.
Idén Szekszárdon az önkormányzat és a Szekszárdi Sportközpont összefogásával a város 4 pontján osztottak ki csomagokat a bringával, rollerrel vagy gyalogosan közlekedőknek. A Tarcsai utcai halárus parkolójában Zaják Rita polgármesteri tanácsnok reggel 6 óta várta a munkába iskolába igyekvő embereket. Nagyon szépen köszönjük, és minden nap biciklivel járok. Hát meg vagyok lepődve, mert én korán reggel nem szoktam itt járni a bicikli úton, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem, hogy kevés csomaggal készültünk, mert nagyon nagy keletje van a bringás reggeli akciónknak. Nagyon örülök, hogy a városunkban ilyen sok bringás jár iskolába, illetve munkába. Csomagba egy finom friss szendvicset, egy gyümölcsöt, egy gyümölcslevet és egy kis csokit. Szőke Gergő a sportközpont igazgatója elmondta, hogy a város idén csatlakozott először a bringás reggeli akcióhoz, de szeretné, ha a jövőben teret adnának a hasonló megmozdulásoknak. Közel 220 csomag került kiosztásra a város különböző pontjain. Az elmúlt évtizedekben a szekszárdi úszósport elsősorban az utánpótlás nevelés terén szerzett érdemeket. A városi úszoda építésének elhúzódása azonban nehéz helyzetbe hozta a sportág vezetőit és a versenyzőket is. Jelenleg a Covid után már rendszeresek az edzések a főiskola úszodájában, ám arra, hogy az egyesület a régi sikerek közelébe jusson, majd az új úszoda átadása után lehet számítani. A szekszárdi úszószakosztály évtizedek óta jelen van az utánpótlás nevelés országos vérkeringésében. Emellett az egyesületben folyik egy munka, amely a gyerekek biztos vízhezszoktatását célozza, és nem elsősorban a versenyeztetés, hanem az egészséges életmód, a sportolás mint életforma kialakítását segíti. A folyamat a városi úszoda átépítésével járó nehézségek miatt megtört, és a Covid-járvány is nehezítette az egyesület dolgát. A bizakodás a javulásra nem szűnt meg, és most, hogy a főiskola úszodájában helyet kapott az egyesület, új lendületet vett. Pót Gábor szakedző úgy látja, lassan túlléptek a nehézségeken, és újra egyre nagyobb igény jelentkezik az úszás oktatására, és az elhivatott úszócsemeték sem hagyták cserben az egyesületet. Azok a gyerekek, akik nem tudtak járni úszótanfolyamokra, azokat tömbösítve elindítottunk nekik egy 10 alkalmas úszótanfolyamot, és szerencsére most szeptemberben ezekre a gyerekekre tudtuk építeni az indulásunkat. És most, hogy egy hete kinyitott a főiskola, most sikeresen el tudtuk kezdeni, be tudtuk indítani az úszóiskolai csoportjainkat. Igen szép létszámban jelentkeztek gyerekek, 10 úszóiskolai csoportot tudtunk elindítani, mivel mélyvizes oktatás van, ezek kis létszámú csoportok, nagyjából átlagban 12 fős csoportokról van szó, emellett 3 közvetlen utánpótlás csoportunk van, egy versenyző csoportunk, ami a legnagyobbak utáni csoport, és a nagyok, akik ilyen 17-18 éves korhoz közeledő gyerekek alkotják a versenyző csoportot. Tehát közel 200 gyerekkel tudunk foglalkozni. Most azért úgy föltorlódtak azok a gyerekek, akik ugye nem tudtak úszásoktatáshoz jutni. Nagyon sokan mentek el vidéki úszodákba, ezt azért látjuk. Azt is tapasztaljuk, hogy nyáron ezekből a vidéki oktatásokból, akik visszajöttek, azok azért némileg képzettebben jönnek vissza. Ezt tapasztaljuk az iskolákban is talán. Az igény az úszás oktatására nagyon nagy. A szülők jelentős számban értik, hogy a biztonságos vízhezszoktatáshoz az iskolai vagy óvodai úszásoktatás ugyan hozzájárul, de nem elegendő. Jó pár éve tapasztalható, hogy a szülők részéről az igény az elsősorban ugye az úszás megtanulása, az egészség megőrzés, meg ez, hogy a gyerek vízbiztonságot szerezzen, és kevesebb gyermek kerül ki valóban versenyzőként, és a körülmények is befolyásolják azért azt, hogy a versenyzői létszám azért az utóbbi években csökken. De szerencsére azért mindig van egy-két olyan gyerekünk is, aki eredményekkel kecsegtet minket, és akire tudunk építeni a jövőben. Az utánpótlásban egyenlőre, tehát egy-két gyerek kivételével még nem látunk ekkora tömegbázis, de mindenképpen nagyon számítunk arra, hogy
ha ott beindul az oktatási lehetőség, edzés lehetőségek, akkor természetesen vissza fog térni a régi versenyzői bázis is. Azt gondolom, hogy akik komolyan meg akartak tanulni, és az úszósporttal szerettek volna foglalkozni, azok az egyesületbe jöttek. És azt gondolom, hogy ezt a biztos úszástudást, ezt csak is itt az egyesületben tudják megkapni a gyerekek. Tehát ezzel nem leírni akarom az iskolai úszásoktatást, de tehát az egy nagyon alapszintet képvisel úszásilag az iskolai oktatás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!